Bár több program is elmaradt sajnos az elmúlt hétvégén a rossz idő miatt, a Káposztásmegyeri Egészségnapot azonban a fedett helyszín miatt mindez nem érintette. A rendezvény kapcsán dr. Dabusz Fejez önkormányzati képviselő elmondta kameráknak, hogy bár sajnálatosan a programot most nem sikerült szokás szerint a szüreti mulatsággal és a kerékpáros és futófesztivállal egyszerre megrendezni, de szerencsére a szűrővizsgálatok és a bőrze most is vonzották a lakosságot. Tulajdonképpen ez közel 15 éve rendezzük a Káposztásmegyeri Egészségnapot sikeresen. Most az időjárás miatt mondjuk, ahogy látni, hogy kevesebben vannak, de a szűrővizsgálatokon ott sorban állnak már az emberek. Minden megtalálható, amit a lakossági igényeknek megfelelően, mint a csontszűrés, a érrendszeri betegségek szűrése, a táplálkozás tanácsadások vannak, hallásvizsgálatok, szemészeti vizsgálatok, nagyon sok olyan vizsgálat még lehet igénybe venni, helyben útrang vizsgálat van, mozgásszervi vizsgálatok, tulajdonképpen minden, ami az egészséghez tartozó vizsgálatokat, ezt megrendezzük ebben az évben is. Itt vannak még árubőrzék, itt mindenféle olyan egészséges életmódhoz tartozó készítmények megtalálható. És valóban, aki a szűrővizsgálatokkal végzett, vagy éppen várta, míg sorra kerül, igazán bőséges választékból válogathatott a standokon. Voltak méz és lekvár különlegességek, krémek, táplálékkiegészítők, egészséggel kapcsolatos könyvek, katalógusok, vagy akár különféle ásványok is. És még a gyerkőcök sem unatkoztak, ők ugyanis színes kézműves foglalkozásokon mulathatták idejüket, míg a felnőttek végigjárták az egyes állomásokat.